Amikor az aktuális uniós csúcson Európa helyett még mindig Ukrajnával foglalkoznak leginkább, akkor az ember elgondolkodik, vajon az új vezetést azért választottuk-e, hogy továbbra is Zelenszkij dadusa legyen, vagy azért, hogy Európa visszanyerje régi fényét. Már is kezdünk. Kezdődik. Egymásnak feszülnek a kormányfők az év legfontosabb uniós csúcsán. A legjobb csapat? Bejelentést tett Gyurcsány, de nem lepett meg senkit. Nagy a baj. Már Csányi Sándoréknak is be kell szállni a BKK finanszírozásába. Jó estét kívánok, ez a vezércikk, a műsor, amelyben nem igazán értjük, hogy Európa vezetőiről döntöttek-e két hete az európai választók, vagy az ukrajnai támogatói csoport tagjairól. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, vajon mikor találnak vissza az európai emberek érdekeinek képviseletéhez az uniós tagállamok vezetői. Máté Zsuzsa, aki döbbenetesnek tartja, hogy miközben az EU demográfiai, kulturális és gazdasági válságban van, az európai politikusok csak Ukrajna támogatásával foglalkoznak. Pindrok Tamás, aki úgy látja, hogy miközben az EU tagállamait megrázta a választások eredménye, az EP-ben ugyanazt a háborúpárti politikát akarják tovább folytatni. És Zila János, aki szerint arra érdemes figyelni a csúcs kapcsán, hogy a néppárt lett a legfőbb háborúpárti erő az Európai Parlamentben. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Délutáni adásfelvételünkkel lényegében egy időben kezdődik az uniós csúcs Brüsszelben, ahol a jelek szerint a tárgyalások már megint ugyanazon téma körül forognak majd. Lássuk! Csütörtökön délután 2-kor kezdődik a júliusi EU csúcs, ahol a tagállamok állam és kormányfői a 2024-29-es időszakra szóló stratégiai menetrendről, a következő intézményi ciklusról, Ukrajnáról, a Közel-Keletről, a biztonságról és védelemről, a versenyképességről és egyéb napirendi pontokról fognak egyeztetni. A csúcs találkozón Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is jelen lesz, mivel előreláthatólag biztonsági megállapodást fog kötni Ukrajna az Európai Unióval. Szerintem tagjelölt ország elnöke még ennyit nem járt Brüsszelben, mint Zelenszkij. Na mindegy, én tudom, hogy háború zajlik a szomszédokban, de egészen biztosan ez Európa egyetlen és legfontosabb problémája jelenleg. Igaziból lesújtó, és az ember arra gondol, hogy oké, hogy mind a két zászlóban, Ukrajnájában is, és az EU zászlóban is kék-sárga szimbolika van, de lassan már ki lehetne tényleg cserélni az ukrán zászlóra az Európai Unió zászlaját. Tehát döbbenetes, hogy lezajlott egy európai parlamenti választás, és itt áll Európa egy geostratégiailag hát eléggé nehéz helyzetben, gazdaságilag nem túl fényes kilátások előtt, demográfiailag katasztrofális helyzetben, a migráció okozta válság kellős közepén, egy morális, pénzügyi, kulturális válságban. És ehhez képest egyetlen prioritást jelöl ki, már prioritásból csak egy van, de egy fő célt jelöl ki, hogy a háborúval kapcsolatban minél jobban exponálja magát, és gyakorlatilag tülekszik azért, hogy első sorban legyen jelen Ukrajna most már fegyveres, pénzügyi és minden tekintetben való, és ugye ez a tagállami jelöltként is a támogatásában. Tehát egészen torz és félelmetes, ami zajlik. Tehát ugye a kampány alatt azt mondták, hogy elsősorban a baloldali vagy ellenzéki emberek, hogy itt minden, miért beszélünk állandóan a háborúról. Hát, dehogy nem, hát mindenki csak a háborúról beszél, nem hogy csak arról beszél, hanem arra költ mindent ennek az ügynek rendel alá, és ezt látjuk sajnos ebben a mai összejövetelben is. Alig néhány hét is megkezdődik Magyarország uniós soros elnöki tisztje az Európai Unió tanácsában. És én komolyan kérdezem tőletek, hogy van annak esélye, hogy ezt a fókuszt a magyar elnökség vissza tudja vinni Európára, Kijevről? Mert ugye maga a szlogen is azt mondja, hogy tegyük újra nagyjá Európát, tehát a cél az láthatóan ez, de hát ilyen ellenszélben vajon meg tudjuk-e majd határozni soros elnökként egy másik irányt?
túl sokat nem kell belelátni ebbe a pozícióba azért sajnos. És egyébként ennek ellenére is a mainstream erők mindent megtettek azért, hogy Magyarországnak ez a pozíció végül is ne juthasson. És egyébként arra érdemes odafigyelni a mostani csúccsal kapcsolatban, hogy a vezető háborúpárti erő, az Európai Néppárt, amelyet Manfred Weber vezet, az gyakorlatilag a választás előtt ígérgetett, meg kacsingatott azért jobbra, például migrációval kapcsolatban mondtak olyanokat, amik egy kicsit olyan furán is hangzottak az ő szájukból, aztán a választás, mikor lement, és egyébként a jobboldalérők megerősödtek, tehát a választói akarat ilyen szempontból kifejeződött, akkor sútba dobták az egészet, és megint csak ugyanazt a koalíciót létrehozták a liberálisokkal és a szocialistákkal, és gyalogolnak ugyanarra tovább, ugyanabba az irányba, és egyébként az első kérdésedre visszatérve, a háború valóban Európa legfontosabb stratégiai kérdése, csak pont az ellentétes irányba kéne menni. Tehát azért emlékszünk arra, amikor a krími konfliktus idején Angela Merkel a hónal rácsapta a francia elnököt, és sikeresen izolálta azt a konfliktust, ez lenne Európa érdeke, csak hát most pont az ellenkező irányba megy a brüsszeli vezetés. Igen, miközben Európa tagállamait megrázta a választási eredményet, nézzük Franciaországot, nézzük Németországot, az Európai Unió vezetése, és azt tegyük hozzá, hogy ugyanazokban gondolkodnak, tehát Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének, tehát semmi nem fog nagyjából változni. Egy kicsit rosszabb lesz, mert Kaja Kallas megjelenik az egyik legnagyobb. Még talán még rosszabb is lesz. Tehát miközben van egy választói akarat, ami egyértelműen látszik a nagy tagországokban is, ez semmibe veszik. Tehát olyan, mintha nem is történt volna semmi, sőt, még rosszabb lesz a helyzet. Miközben Franciaországban épp a hétvégén ugye az első fordulót megtartják a törvényhozási választásoknak, az előrehozott törvényhozási választásoknak, és ott egy nagy fordulat fog bekövetkezni. Erre sincsenek tekintettel, miközben az egyik legnagyobb tagállamban ilyen fordulat lesz, igaz, hogy a Macroné a külpolitikai irányítása, tehát az uniós ügyek is, de hát azért egy új kormány fog ott alakulni. Tehát azért lehet, hogy ki kéne egy kicsit várni, ez a nagy sietség, egyébként az Ukrajnával történő EU-s tagfelvételi tárgyalásokat is megindítják még a magyar elnökség kezdete előtt. Tehát nagyon sietnek mindennel, nem látszik, hogy bármiben elgondolkodnának, meg néznének a választók akaratát. Meg pláne, hogy közeledik ugye az amerikai elnökválasztás. Meg az elnökválasztás. Tehát az is sietteti őket. Igen. Tegnapi adásfelvételünk után volt az, hogy bejelentkezett két helyszínen is Gyurcsány Ferenc. De nem egyszer. Egy podcast beszélgetésben, amely előtt azt ígérte egyébként, hogy nagyon komoly bejelentést fog tenni. Hát azért tegnapi vendégeimmel itt már fogadásokat kötöttünk arra, hogy ez nem a lemondása lesz, és hát nem is az volt. Hiába a történelmi baloldali vereség és annak elemzése, megbeszélések, tanácskozások, hiába estek neki az elmúlt hetekben kívülről és belülről, Gyurcsány Ferenc hosszas vívódás után arra a megfejtésre jutott, hogy maradnia kell a DK elnöki posztján, pedig a többi párt levonta a személyi konzekvenciákat. A DK-val együtt indult MSZP társelnökei lemondtak, ahogy a szintén hatalmasat bukó Momentum elnöke is. A volt miniszterelnök szerint azonban az ellenzéki oldalon az elmúlt évek lemondásai, leváltásai egyetlen ellenzéki párt megerősödését sem hozták el, sőt, éppen ellenkezőleg. Jó, mondjuk szerintem Gyurcsány lemondásának értéke nem lenne összemérhető azzal, hogy lemond Donát Anna, aki már kiszorult gyakorlatilag mindenhonnan a politikából, vagy pláne Kunhalmi Ágnes, aki egész karrierjében súlytalan volt, maradjunk ennyibe, de igazából az egyetlen szerencse, hogy a baloldal ilyen irányú problémáit nem nekünk kell megoldani. Igen, bizonyos értelemben szórakoztató volt ez a tegnapi kétszer egy óra, majdnem két órás Gyurcsány show, amiben elképesztő nyakatekert gondolatmenetekkel indokolta meg, hogy miért nem távozik a közéletből. Tehát odáig jutott, hogy ugye a demokratikus eszmény védelme érdekében elmondta azt, hogy tulajdonképpen abban a diktatúrában, amiben mi élünk, abban az egyébként magát demokratikusnak vagy ellenzékének tartott sajtó, az miért kritizálja őt magát.
tehát ezt, mint az ilyen abszurd jeleneteknek a tömkelege jött, akkor utána beszélt arról, hogy tulajdonképpen minden ellenzéki pártban már ott vannak a Fidesz emberei, tehát valamilyen módon fogottak rajtuk kívül, tehát ők a tiszták, és hát nyilván érintette a legnagyobb problémáját, amivel birkóznak, ugye hát a Tisza pártnak a megjelenését, ami kapcsán egyfelől kifejezte azt, hogy ő nyilván egy kicsit orbe fogva, de hajlandó együttműködni a Tisza párttal. Ugyanakkor ezért előtörtek az érzelmi húrok is, amik érthető módon uralták el Magyar Péter személyével kapcsolatban. Hát egészen szórakoztató és szürreális volt ez a két óra. Hát, hogy ellenzékben csinálják, addig tényleg szórakoztató, de egyébként lehet, hogy érdemes lenne Horn Gábort megkérdezni, hogy mit üzentek a választók Ferinek. Azt gondolom, hogy tehát azok után, hogy Gyurcsány Ferenc 2006-ban sem gondolta azt, hogy neki távoznia kell, olyan észveszejtően magas szorzóval nem fogadhattatok arra tegnap, hogy maradni fog. Valóban nem. Mint ahogy azzal sem, hogy Magyar Péterrel foglalkozni fogok, mert hát lássuk be, hogy ő is mégiscsak a baloldal problémája tulajdonképpen. Igen, hát most a Gyurcsánynak a legnagyobb problémája a Magyar Péter, meg a magyarnak is most a Gyurcsány lesz. A végén meg majd úgyis hát megtalálják. Lehet, hogy a magyarnak a Magyar Péter szintén a legnagyobb problémája, elnézve az éjszakai életet. A Magyar Péter lesz a legnagyobb problémája, de valóban hát szórakoztató egy dolog, hogyha nincsen hatalmon. Mert hogyha hatalmon volt, akkor láttuk, hogy mit csinált hatalmon, tehát tömegbe lövetni azért. Most egy ilyen kedélyes kis beszélgetések voltak ezek, de azért 2006-ra azért gondoljunk már vissza, hogy ki ez az ember valójában. Tehát hogy attól ne szakadjunk el, mert tudjuk, hogy ki ő valójában. De most van egy nagy kihívója a Magyar Péter, és neki kell lerendezni ezt a meccset. Tehát mi hátradőlve figyeljük ezt a dolgot. Én sem gondoltam, hogy lemond. Tehát, hogy egyértelműen abba az irányba mutatnak a nyilak, így a vektorok, hogy nem fog lemondani, mert hogy a parlamentben még bent vannak, a Magyar Péter nincs bent a parlamentben, viszont felszólalhat majd, mint európai parlamenti képviselő, tehát ott is előadhatja magát, tehát reméljük, hogy... De Klára is ott lesz. Igen, Klára is ott lesz, azt reméljük, hogy józanul fog bevenni a parlamentben, tehát a Magyar Péter nem bulizni akar majd ott. Tehát azért lesznek itt izgalmas részek még a következő másfél-két évben, és igazából tényleg egy nagy meccs lesz közöttük. Igen, és hát Magyar Péter annyira a baloldal problémája, hogy ugye elképesztően lopja tőlük a szavazókat, tehát ezt láthattuk. Ráadásul, hát ha beszéltünk itt már sokszor ilyen teflonarcú politikusokról, akikről minden lepereg, hát Magyar Péter aztán végképp ennek a prototípusa, hiszen hát, hogy is mondjam, napról napra, hétről hétre bizonyítja, hogy nem hogy vezetőnek, de emberi lénynek sem feltétlenül mindig alkalmas. Valahogy ez a Tisza szektának a tagjait, ez egyáltalán nem érdekli. Még az sem érdekli őket, hogy egyébként korábban ő belebegtette, hogyha majd ő hatalomra kerül, nem tudom mikor lesz, de mindegy, akkor a mentelmi jog megszüntetéséről is majd szó lehet. Hát ehhez képest most villámgyorsan felvette az EP képviselői mandátumát, hogy rendelkezzen azzal a mentelmi joggal, ami miatt nem tudják felelősségre vonni a legutóbbi éjszakai cirkusza miatt. Lássuk! A központi nyomozó főügyészséghez került Magyar Péter ügye a rendőrségről, mivel a Tisza párt alelnökének mentelmi joga van. Vele szemben csak a főügyészség indíthat nyomozást azután, hogy az Európai Parlament felfüggeszti az ellenzéki politikus mentelmi jogát. Az EP képviselőket kettős mentelmi jog illeti meg, egyrészt a saját tagállamukban, másrészt a többi tagállam területén az őrizetbevétellel és a bírósági eljárással szembeni védelmet biztosító mentelmi jog. Nem lehet hivatkozni a mentességre azonban olyan esetekben, amikor a képviselőt bűncselekmény elkövetése közben tetten érik. Ez érdekes ez az utolsó mondat, mert ha jól értem, akkor hogyha az öt kertnek a biztonsági személyzete nem kirakja őt, hanem rendőrt hívnak rá, amikor fiatal lányokkal molesztált és a pasiaikkal erősködött, akkor ezek szerint most éppen gyanúsított lenne, és nem EP képviselő, hiszen ez még a mandátum felvétele előtt történt. Lehet, hogy itt lett elrontva a buli? Hát nem tudom, de az emberek nincsenek nagy illúziói mondjuk az EU ilyen irányú ügymenete kapcsán, tehát
teszem, hogy bizottságot állítanak föl, aki javaslatot tesz a parlament számára a döntés kapcsán, de hát ez, ahogy látjuk azt, hogy kik kerülnek be az Európai Parlament pacsorai közé, tényleg ugye az Antifa olasz nőtől kezdve, ott annyi korrupciós ügyel a hátukon emberek, amit úgy látszik, hogy senkit nem érdekel, tehát az egész arról tanúskodik, hogy az egész Európai Unió egy elképesztő mély morális válságban van, következmények nélkül történnek a dolgok. Ahogy Gyurcsány Ferenc nem mondott le tegnap, úgy senki sem vállal a felelősséget semmiért, Magyar Péter is tulajdonképpen hárítja, sőt akkor ugye a propaganda ráküldte az embereket, és ő azért részegedett meg, megviselkedett így. Tehát egészen durva, és azért szomorú ez nagyon, mert a gyerekeink ebben nőnek föl. Tehát azt látják, hogy sikeres ember az lehet, aki így viselkedik, és ilyen elképesztő módon szembeköpi az embereket. Szerintem saját magát is egyébként. Szerintem ez nagyon nagy probléma, és ugyanez van az európai politika jelentős részében, és nyilván vannak üdítő kivételek. Meg hát szemérmetlenül belehazudik azoknak a szemébe, akik őt egyébként követik, hiszen úgy kezdte, hogy ő nem száll be a politikába, beszállt. Nem ül be az Európai Parlamentbe, most felvette a mandátumát. Ahogy mondom, ugye ő korábban a mentelmi jog ellen is szólt, most ehhez képest nem nagyon látszik, hogy azt mondaná, hogy gyerekek, itt a mentelmi jogom, aztán folytassuk le ezt az eljárást. Tehát, hogy ez valóban, ahogy mondjam, a politika színvonalát azért erősen húzza le. Hát ugye most is egy provokátor tett alkoholt a Bambiába. Igen. És hogy az éjszakának a további részeire ne is térjünk ki. De igazából politikai értelemben itt az érdekes, hogy lement itt egy európai parlamenti, meg egy önkormányzati választás, itt azért van valamennyi tere a protest szavazásnak, tehát akik elégedetlenek, azok gyakorlatilag mindenféle komolyabb felelősségérzet nélkül behúznak egyikszet egy ilyen politikus neve vagy egy pártja mellé, de azért amikor az a kérdés, hogy egy ilyen ember kormányozhat-e, akkor azért már egy kicsit elgondolkodik a választó. Most gondoljunk bele, hogy ha azt mondaná valaki, hogy Magyar Péter a repülőnek a kapitánya, és akkor lehet felszállni, akkor nem tudom, hogy mennyien indulnának fölfele. Legyen neked igazad. Igen. Politikai értelemben is egy nagyon nagy hibát vétett Magyar Péter. Tehát, hogy hónapokon keresztül az ügy meg vissza fog térni. Tehát a mentelmi jog, arról való tárgyalás, az ügyészség elküldi Brüsszelbe, hogy ki kérik, nem kérik ki. Emlékszünk KG Béla ügyére. Az egy kicsit más dimenziójú ügy volt, de hát az is egy a mentelmi jogról szól, tehát hónapokon keresztül visszatérő kérdés lesz ez a számára is. Tehát neki is magyarázkodnia kell, tehát hogy láthatóan nem mérte föl, nem méri fel a tetteinek a következményeit, és ez nem politikus. Tehát ebben Gyurcsánynak igaza van, hogy mit lehetne rábízni, hát mondjuk a Gyurcsányra se semmit, de a Magyar Péterre még úgy sem. Gyurcsányt rábíznánk magyar. Hogyha ez az ellenzékváltás, akkor hát nem lesz minőségi csere, azt azért szerintem így azért ezt könyveljük el. Meg hát ugye a személyiségi jegyeit elnézve nem csak az a kérdés, hogy ez az ügy meddig marad fenn, hanem az mik is, hogy mikor jön a következő. Mi jönnek. Igen. Abszolút. Igen. Az első témánál azt kérdeztem tőletek, hogy ez Európa legnagyobb problémája, mármint Ukrajna támogatása. Hát én most hoznék még egy témát ebben a rövid néhány percben, ami szerintem sokkal komolyabb probléma Európában, de úgy tűnik, hogy az európai gender politika ellenére helyi szinten mégiscsak lehet az őrület ellen védekezni. Lássuk! Spanyolországban tavaly hagyták jóvá a kiskorúak szabad nemváltását biztosító intézkedéscsomagot, miszerint 16 éves kortól bárki kérvényezheti neme megváltoztatását, mindenféle bírósági vagy orvosi jóváhagyás és szülői felügyelet nélkül. Aki igényt tart rá, az ugyanilyen könnyedén vetheti alá magát hormonterápiának vagy sebészi beavatkozásnak is. Madrid régió jobboldali vezetése azonban módosította a parlament által jóváhagyott törvényt, így Madridban senki sem kérvényezhet nemváltást anélkül, hogy beszélgetett volna egy pszichológussal a szándékairól. A szocialisták emiatt most az alkotmánybírósághoz fordulnak. Igen, ez azért egy kicsit komolyabb döntés annál, hogy milyen cukorkát vegyünk a boltban, tehát nem árt szakembert bevonni. Hát és ráadásul, ugye, ha valaki statisztikákat néz, elképesztő, sok ezerszeresére megnőtt a nemváltást kérő fiataloknak a száma.
nem csak az Európai Unióban, az Egyesült Államokban is, elsősorban lányokat érint, irreverzibilis folyamatokat vagy eljárások alá vetik őket, ugye hormongátlástól kezdve a hormonterápián át. Hát ez egy emberellenes dolog, egy gyermekellenes dolog, és ugyanúgy nem a gyerekeknek az érdekeit képviselik, hanem valami elképesztő, furcsa, torz ideológiának a szolgálatába állítják azt a törvénykezést, ami a gyerekeinket megvédeni kellene, nem pedig kiszolgáltatni ilyen ostobaságok. Urak, egy-egy mondat? Hát azt mondják itt, hogy a szülők azok csak hallgassanak el, és egyébként azt a spanyol alkotmánybíróságot hívják segítségül, amelyet hát meglehetősen kétséges körülmények között fordított balra a spanyol kormány. A Brüsszelnek a reakciója egy ilyen szemöldök összevonás és egy csúnya tweet volt. De én a spanyolokban azért megbízom. Tehát egy katolikus országról beszélünk, ami a legkatolikusabb volt Lengyelországon kívül, meg Írországon kívül, Nyugat-Európában, Dél-Európában. Tehát vannak azért alapzatok, amire lehet építeni. A madridi régió úgy látszik ilyen, és tényleg az őrület ellen most azért egy megállt tudnak egy kis táblát felmutatni, azért ez még nem minden, tehát lehetne erőteljesebben is, de legalább megtörtént. Hozzáteszem, az brit szabályozás is ilyen volt, hiszen elképesztően liberális volt, majd egyszer csak a gyermekpszichológusok álltak elő, hogy na azért az ilyen meg perek nem jó. Meg perek indultak, és akkor mégiscsak sikerült valami normálisabb irányba vinni ezt a történetet. Ennyi volt erre a részre. Most tartunk egy pár perces szünetet, de utána visszavárjuk nézőinket hasonlóan izgalmas témákkal, már is mutatjuk, hogy melyek ezek. Nagy a baj. Már Csányi Sándoréknak is be kell szállni a BKK finanszírozásába. Beszólás. Szemét hülye csöves bandának nevezte a kutyapártot egy hegyvidéki képviselő. Nagy a baj. Már Csányi Sándoréknak is be kell szállni a BKK finanszírozásába. Beszólás. Szemét hülye csöves bandának nevezte a kutyapártot egy hegyvidéki képviselő. Jó estét kívánok, folytatódik a Vezércikk Máté Zsuzsával, Zila Jánossal és Pindrok Tamással. Kezdjük azzal a második részt, hogy még az is lehet, hogy Vitézi Dávid kifejezetten jól járt azzal, hogy nem ő lett Budapest első embere, hiszen akkor most neki kellene eltakarítani azt a mocskot, amit Karácsonyék az előző ciklusban összeortak, mint például az az 50 milliárdos követelés, amivel a Városháza tartozik a BKV-nak, és amelyeket most éppen ezért kénytelenek voltak értékesíteni. Lássuk! Mivel jelenleg a fővárosi közgyűlés nem ülésezik, és a BKK ZRT költségvetésében egy 50 milliárd forintos hiányt látunk, Karácsony Gergely főpolgármester május 21-én önhatalmulag úgy döntött, hogy a közösségi közlekedési vállalat 50 milliárd forintos követelését, ami a fővárosi önkormányzat felé fennáll, értékesítik az OTP-nek és a KNTH-nak. A nyilvános elérhető dokumentumok alátámasztják, a főváros a csőd szélére került, pedig az önkormányzat 102 milliárd forint adót szedett be az év első 4 hónapjában. Hát csak, hogy minden nézőnknek teljesen tiszta legyen a kép, Karácsonyék képtelenek finanszírozni a BKV-t, 50 milliárddal tartoznak a saját cégüknek, ezért a saját cégüket felhatalmazzák, hogy ezt a követelést eladja két banknak, hogy majd azt hajtsa be az önkormányzaton lényegében. Miből gondolták, hogy jobban járnak, hogyha az OTP fogja rajtuk behajtani ezt az adósságot, és nem a BKV? Kettő, ha nem ez a pénzügyi összeomlás kezdete, akkor mi az? Hát ez már benne van bőven, tehát úgy tűnik, hogy a főpolgármester úr szokásához híven nem bontotta ki az igazság minden részletét a kampány idején, tehát ugye erről azért nem igen esett szó, bár tényleg Vitézi Dávid előhozta ezt a kérdéskört. Hát az valószínű, hogy a két bank azért nem szokása a bankoknak, hogy olyan ügyleteket kössenek, mert ők nem járnak jog, tehát ők nyilvánvalóan ez számukra egy profitot jelentő adósság átvétel jelent. A polgármester pedig, vagy főpolgármester és a város pedig tényleg csődben van, tehát nem csak ez mutatja, hanem a költségvetése is, a elképesztő lyukak tátonganak, ugye a szolidaritási adó kapcsán fennálló követelések még mindig ott vannak, ugye azt most elbukták, azt a bizonyos
panaszukat ezzel kapcsolatban, szóval, és hogy hova tűnt az a bevétel, ami azt hiszem, hogy az elmúlt 5 évben egy 1200 milliárdos tételről beszélünk, hihetetlen megnövekedett iparűzési adó mellett, azt még mindig nem látjuk pontosan. És hát ha jól emlékszem, akkor legutóbb ugye Kis Ambrus arról tájékoztatott, hogy talán 4 milliárdos mínuszban van a bankszámlájuk, de nyugalom, mert 60-ig elmehetnek mínuszba. Hát nem tudom, hogy ez kit nyugtat meg, lehet, hogy Kis Ambrust igen, szerintem hát a budapestieket kevésbé. Hát azokat, akik jól járnak. Ugye az embernek a fülében az összödi beszéd cseng, hogy majd belegebettünk, hogy el tudjuk titkolni, hogy mire készülünk, most nem pontosan idéztem, meg a trükkök százai, ugye Draskovics Tibor most is jelen van ott a Városháza környékén, meg ott a BKV környékén tolizgatja az adósságokat. Szóval, és ugye volt, mondtad azt a kérdést, vagy föltetted azt a kérdést, hogy mi ez, hogyha nem a csőd kezdete, nem a kezdete. Uh-huh. Szóval ezen már dolgoznak, kemény munka van ebben, 5 év. Az idei évre 303 milliárdnyi iparűzési adót vár a főváros. Ez egy jelentős növekedés, akár a tavalyi évhez képest is. És közben nyafognak a szolidaritási hozzájárulás miatt, ami egyébként 848 település fizet, és hát nem nőtt olyan mértékben, mint a főváros bevételei. Nyilvánvalóan ebbe a helyzetbe félmeddig az kényszerítette a fővárost, hogy a pulyka botrány idején kötöttek egy olyan megállapodást, amivel az emberek egyébként a kormány nyomására jól jártak, viszont a főváros meg nem gondolkodott, a főváros vezetése nem felelős módon járt el, nagyon úgy tűnik. Jaj, csak nem. Egészen meglepne, hogy így tennének. Hát csak az a szomorú írán van a nézőknek, hogy Budapest nem fog működni. Tehát egy új testület áll fel, és erről már beszéltünk múltkor is, egy új testület áll fel, csőd közelében van a város, és a képviselő testületben nem tudom, hogy milyen többséget tud maga mellé állítani Karácsony Gergely. Ezt mondják ugye szakértők is, hogy majd ügyek mentén, csak hát annyi ügy van, tehát annyi ügyben kell mindig egy kis koalíciót ide valakit behívni, meg oda, meg valamilyen felügyelőbizottsági tagságot adni neki, meg tehát, hogy ezzel nem lehet játszani, itt egy kőkemény, erős koalícióra lenne szükség, egy támogatói bázisra, ami úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy Karácsony Gergelynek nem lesz meg. És ezt is mondtam múlt héten, hogy teljesen mindegy, hogy ki lesz a főpolgármester, akkor még nem tudtuk, hogy dől el ez a mérkőzés, mert hogy a testületben nagyon egyik jelölt sem tudna a többséget kiállítani. Itt a Tisza párton múlik nagyon sok minden, hát tudjuk az alelnök, a Tisza párt elnökéről semmit nem tudunk. Hogy... Tényleg ki a Tisza párt elnöke? Miért csak alelnök ez az ember? Szóval az alelnök... Tudom, az alapító felesége. Igen, a Kalambó felesége, senki nem látta még. Az alapítóról tudjuk, hogy ő egybesugó volt. Na, az a másik alelnök volt, az elnök igen, az marad. Igen. Tehát most tárgyalni kell Karácsony. De hát el is kérte már tegnap Rónai. Elkérte. Igen. A telefonszámot, igen. Igen, biztos tárgyalni is fognak. Egyébként a Magyar Péternek nem érdeke, hogy támogassa a Karácsony Gergelyt. Nem hiszem, hogy érdeke, mert akkor a Gyurcsánnyal fog össze, hát a Gyurcsány áll a Karácsony Gergely mögött, de nem tudjuk azokat az embereket, ezt a 10 képviselőt, hogy kik ők, milyen múltjuk van, mire készülnek, mennyire erős a pártkohézió, ugye Gyurcsány erről beszélt, hogy náluk nagyon erős, mert hát igen, a párttagság azt mondta, hogy ne menjen sehova, de hát a Tisza párton belül fogalmunk nincsen róla, szerintem önmaguknak sem, hogy ki ül mellette. Tehát, hogy ez teljes sötétség a jövője Budapestnek, és ez egy nagyon szomorú hír, mert hát mégiscsak a nemzet fővárosáról beszél. De hát Tamás, itt arról van szó, hogy nem kapcsoljuk fel a villanyt, tehát a sötétség marad, mert most nézzük meg, hogy ezek a felügyelőbizottsági történeteket, ugye úgy lehetsz felügyelőbizottsági tag a BKV-nál, hogy közben ülsz a hűvösen. Igen. Ez és 100 milliós korrupciós ügyes gyanúsítanak. Az jó ajánlólevél, nem? És hozzáteszem azt is, hogy teljesen mindegy a következő néhány hétben, hogy milyen összetételű a közgyűlés, mert hogy ugye addig, amíg az első közgyűlést ki nem írja Karácsony Gergely, addig saját hatáskörben hozza az olyan döntéseket, mint például ez az adósságértékesítés. Mert ugye Magyarországon van diktatúra, nem Budapesten, mint tudjuk. Budapest köztársaság. Az köztársaság, igen. No, hát
ha az ember tévézni kezd, ezt saját tapasztalatból tudom, akkor elég gyorsan megtanulja, hogyha ráraknak egy milyen mikroportot, akkor onnantól kezdve meggondolja, hogy mit beszél. Lehet, hogy erre oktatni kellene az ellenzéki politikusokat is, mert most egy ilyen hangfelvétel utóéletéről fogunk beszélgetni. Lássuk! Bekapcsolva maradt Pokorni Zoltán mikrofonja a testületi ülés szünetében, így hallani lehetett, hogy a hegyvidéki volt MSZP-s képviselő a júniusi választáson a szolidaritás színeiben induló Vince Géza a szünetben odament a leköszönő polgármesterhez, és a magyar kétfarkú kutyapártra utalva azt mondta neki, hogy szemét hülye csöves banda. A Telex cikke szerint Pokorni próbálta nyugtatni Vincét, de a volt MSZP-s képviselő folytatta: én voltam már egy-két helyen arab országokban, ott se volt ekkora hülyeség. Pokorni arra kérte Vincét, hogy ne bántsa az arabokat. Nehéz lenne vitába szállni egyébként az elhangzottakkal, de nekem inkább, hogy mondjam, az a egy sokkal fontosabb kérdés szerintem, hogy én úgy látom, hogy a 12. kerületre gyönyörű fényes jövő vár, és majd a választók azok hátba fogják magukat veregetni ezért a döntésért, ja nem. Katasztrófa, a választás érdemű egy katasztrófa, ami a 12. kerületben történt, egy polgári, jól szituált, valószínűleg ez is a probléma, hogy túl jól szituált embereknek a szavazata. Ugyanazt a hülyeséget látjuk, mint Nyugat-Európában. Jólét az sajnos nem kedvez a jó döntéseknek. De hát ez meg, ami, ez a kis jelenet, vagy nem tudom, szösszenet, ami itt történt, ez meg megmutatja, hogy ez a sokszínű ellenzék, ez milyen belső feszültségekkel küzd, és hogy ez hogyan tud föl-föl budjanni egy ilyen megjegyzésben. Hát kihangosította igen valóban azt, amit az ember körülbelül úgy sejt, hogy mik lehettek a különböző képviselőknek a fejében. De a szomorú tény az, hogy ott a képviselők döntő többsége is kutyapárti lesz, tehát hogy ez az ember sem jutott be szerintem, ő egy MSZP-s képviselő. Igen, hát ez egy kis színárnyalatot megmutat ebből a szivárvány koalícióból, ebből az ellenzékből. De valóban egy viccpárt hogy fog vezetni egy kerületet, tehát ott pályázatokat kell majd kiírni, ott költségvetésről kell dönteni, ott dönteni kell komoly dolgokról, tehát hogy nem vicc, meg nem tudom, kik kerültek be, valóban nem tudom, kik kerültek be ebbe a testületbe, de hát a kutyapártról láttuk, hogy milyenek. Hát azért, hogy mondjam, nem egy fényes jövő. MSZP megoldta. Bocsánat, János, hadd kérdezzek valamire rá, mert azt mondtad az első témánknál, hogy ugye az európai parlamenti választásoknál ott nagyon előjön a protest szavazat. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy Budapesten több kerületben is már évek, de lehet, hogy évtizedek óta is ez a protest szavazat az, ami érvényesül. Na de amikor mondjuk az ember a saját lakókörnyezetében azt tapasztalja, hogy nem tudom, most lehet, hogy egy kicsit fikcionális lesz, amit mondok, de hogy jön egy új polgármester, leveszi a turult és egy stilizált kenderlevelet tesz a helyére, akkor azért nem döbben rá, hogy ennek a protest szavazatnak azért, hogy mondjam, vannak komoly hátrányai? Hát ugye az itt elhangzottakat röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy vidéken mondják, hogy jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon a szavazó. Egyébként pedig valószínűleg az MSZP meglátta a konkurenciát, és azért toroltak meg, mert a viccpárti kategóriában már ők is egy jó ideje beleférnek. De egy kicsit komolyabbra fordított, tehát itt egy politikai táborról beszélgetünk, tehát azért egy szavazóközönségen osztozkodnak ők egyébként ideértve a Tiszát is, és látjuk, hogy ez a történet ez hogyan működik. Láttuk ezt 2022 előtt is, nem véletlen, hogy ilyen eredmény lett azon a választáson, amilyen lett. Jó, hát ez volt a választói akarat, ezt láttuk az eredményben, de szerintetek mikor lesz az, amikor a kerületi lakosok rájöttek, hogy nem feltétlenül erről álmodtak, mert azért itt egy idő után a kerületnek a külalakján, a rendezettségén, a szabályszerűségein látszani fog, hogy nem szakmai az irányítás. Hát nem ilyen kutyát akartak, mikor jönnek rá erre. Nem tudom, hogy két farkú kutyát akartak-e. Biztos, hogy rá fognak jönni, mert ránézve erre az új leendő polgármesterre, meg a megnyilvánulásaira, hát egy jó pofa manusz, tehát hogy nincs ezzel semmi probléma. De politikusnak, tehát polgármesternek való? Mert az, aki jó pofa, az legyen jó pofa, de ne polgármester legyen már, ne induljon már el a választáson. Hát ne vessünk rajta a tévében, aztán mond egy-két poén, nagyon jó, de hát felelősséget neki adni, bizalmat neki adni azért a kerületért, ahol élek.
Tehát, hogy tényleg egy abszurd, ami történik, és valóban Nyugat-Európában is megfigyelhető volt ez a tendencia, hogy viccpártokat szavaztak be, azt hiszem Izlandon kormánypárt. Reykjavikban, ott is nyertek meg kormányt is. De ha jól emlékszem, 2,5 évig voltak képesek kormányozni utána. Igen, mert itt politizálni kell, tehát hogy ez nem úgy van, ez a szürke mindennapok lesznek, szóval itt irányítani kell egy kerületet, ami azért valljuk be, tehát hogy nem az a minden nap egy felemelő dolog, hanem be kell járni, dolgozni kell a polgármesternek is, meg nem a kocsmában kell ülni, meg nem szipózni kell. Tehát, hogy itt munka lesz, dolog lesz, tehát kíváncsiak leszünk rá, hogy fog ez menni. Igen, de több egyszer is ugyanaz a körül forgunk gyakorlatilag, hogy egyszerűen olyan morális válság van, és ez a szavazókon is sajnos ugyanúgy jelen van, tehát, hogy a politika olyan lesz végül, ami ennél a szavazók egy Pokorni Zoltán után alakítják. Hát döbbenetes. Nem akarom nagyon leegyszerűsíteni a kérdést, de ha mondjuk egy kerület polgármestere vállaltan drogfogyasztó, akkor az nem fogja oda vonzani például a egyéb drogfogyasztókat? Biztosan, de hogy... Most nem a szakpolitikai részét nézve, hanem így a politikai vetületét áttekintve egy kicsit a dolognak. Itt a kutyapártnak a tündöklése, meg egyébként a Tiszapártnak is, meg egyébként korábban Márki-Zay Péternek a tündöklése, és mind arról szól, hogy mit tett a baloldal az elmúlt szerintem kb. 20 évben. Tehát arról állítanak ki egy bizonyítványt a választók, hogy ha ellenzék felé is megyünk, ezek valahogy büntessük meg őket, tehát a protest ilyen módon is működik. Inkább a vicc-párt, mint az a párt, amelyik komolyan gondolja magát. Gondolja, de igazából vicc. De mégiscsak vicc. Jó, no, hát folytassuk azzal, hogy a mai nap, vagy hát nem is tudom, lehet, hogy már igazából a tegnapi estétől kezdve egy kicsit ez egy szomorú időszakot élünk, mert bár hibáztathatjuk szerintem azért a magyar válogatottat, amiért hagyta, hogy az európai bajnoki szereplésének a sikere az más kezébe kerüljön, de azért mégiscsak sokan bíztunk abban, hogy a 2016-os kontinens győztes Portugália azért mégiscsak nyerni tud Grúzia ellen, és lesz esélyünk a továbbjutásra, hát nem így lett. A már biztos továbbjutó Portugália lötyögős futballt bemutatva 2-0-ra kikapott Georgiától a csoportkör utolsó fordulójában, és ezzel megpecsételte a magyar labdarúgó válogatott sorsát, amelyik így a georgiaiak mögött nem tudott bejutni az egyenes kiesés szakaszba. A portugálok még véletlenül sem nyújtottak olyan teljesítményt, hogy a papírformának érvényt szerezve nemhogy legyőzzék, legalább kine kapjanak a világranglistán 74. helyezett ellenféllel szemben. Az élet úgy hozta, hogy az utolsó meccsekig izgulhattunk. Hát ugye mindenképpen kár volt 3 pontot ajándékozni Svájcnak, és Marco Rossi is ma értékelt, és ugye azt mondta, hogy hát hogy igazából az egész szereplésünk alatt nem nagyon volt olyan momentum, amit ő élvezett volna. Szerintem mi nézők azért ennél lehet, hogy engedékenyebbek vagyunk a csapattal kapcsolatban, és én nem vagyok nagy híve az összeesküvés elméleteknek, úgyhogy nyugodtan nevessetek ki a végén, hogyha ezt Blödlinek találjátok, de nekem azért annyira furcsa volt, hogy a nemrégiben 4-0-ra elvert angolok, meg az előző EB-n megszorongatott portugálok kezébe volt a sorsunk, és ők valahogy, amikor már megnyerték a csoportjaikat, az utolsó győzelemért azért, hogy mondjam, nem hajtottak, nem kepesztettek olyan nagyon. Még azt is mondanám, hogy lehet, hogy el akartak minket kerülni következő ellenfélként, már legalábbis a portugálok. Lehet, hogy ezzel messzire megyek, de hát a magyar már csak ilyen, azért szereti megmagyarázni a focit, nem? Nekem is eszembe jutott, de azért nem akarok ilyen kontraokba bevenni, hogy így direkt ellenünk, vagy esetleg azért, mert mi magyarok ilyen mások vagyunk itt az európai térfélen, de igen, hát nyilván alakulhatott volna szerencsésebben, de szerintem azért voltak nagyon szép, meg tényleg egészen megrendítő pillanatai ennek az EB-nek. Mi inkább azt a részét domborítanám ki, hogy mi például Szőrligeten ezt így közösségben, így a községnek a főterén, a mi kis civil közösségünk szervezett közös foci meccsnézést, és hihetetlen, hogy mit mozgat meg a foci. Tehát a kisbabától tényleg az idős emberig ott volt mindenki a téren, a gyerekek dekáztak, csináltunk nekik versenyt. Szerintem ez egy olyan hozadék, amit nehéz mérni, viszont
egy olyan világban, amikor így eltávolodtunk egymástól, egy-egy ilyen közösségi élmény, ami egy picit így felülírja a politikai nézőpontot is, az úgy kell, mint a falat kenyér, úgyhogy én innen köszönöm a válogatottnak, hogy részesített minket ilyen élményben. Abszolút csak ehhez tudok csatlakozni, szerintem is ez a lényeg, a közösségi élmény. Gyerekkorom óta, vagy kisgyerekkoromban vagy a labdát kergettem kint, vagy jött a válogatott meccs, és bementem nézni, mert a szüleim ilyen retrográd módon még a patriotizmusra is rá neveltek, ezt itt vallomásos jelleggel hagyjegyezem meg. Szóval a magyar válogatottnak az összes meccsét gyerekkoromban, gyakorlatilag kisgyerekkoromban végig sírtam. És aztán... Igen, sajnos, igen, a 90-es években. Igen, és az előttem levő generációtól mindig megkaptam, hogy de mit nézed, de ezeket mondom, mi a fenét csináljak, hát nemzeti érzés, foci, kettő együtt, mert most hol legyen az ember, ha nem a meccs előtt. És aztán jött 2016, és egy óriási revans az én generációm számára, és azóta éljük, azt gondolom, ezt, úgyhogy egy büdös szót ne szóljon senki Marco Rossira, nehogy elveszítsük őt, és nehogy elveszítsük a lelkesedést e körül a válogatott körül, mert tényleg azt a közösségi élményt biztosítják, és egyébként azt a nemzeti érzés szempontjából is egy ilyen pozitív hát hozadéka van ennek az egész dolognak. Egyébként a New York Times egy tegnapi cikkében meg is szitta a magyar szurkolókat, hogy mennyire nacionalisták. Ugye? Szerintem még nemzeti színű zászlókat is visznek a szivárványos helyett, úgyhogy azt gondolom, hogy minden viccet félretéve óriási dolog, hogy Magyarországon mekkora közösségi élményt teremt a válogatottnak a teljesítmény, úgyhogy óriási köszönet. Mi kérünk elnézést, amiért nem találtunk egy rózsaszín mest a csapatra. Tanuljunk a hibákból, tanuljunk ebből a kudarcból, szerintem a magyar válogatott tanulni fog, és a következő világversenyen sokkal sikeresebbek leszünk, ezt kívánom mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ezt kívánjuk mindannyian. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket, nézőinknek pedig köszönöm egész esti figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is, amikor Ferenc Orsolyával, Rákai Filippel és Szabó Lászlóval várjuk majd önöket. Ha lemaradtak adásunkról, visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornánkon. Szép estét mindenkinek!